Ez a Kanizsa Televízió híradója. Köszöntöm Önöket. Főbb híreink először röviden. Kampány. Október a merrák elleni küzdelem hónapja. Nagykanizsán sétával emlékeztettek erre. Cseregyakorlat. Horvátországi szakmai gyakorlaton voltak nyáron a turistdiákok. Prevenció. Gyermekeink biztonságáért szerveztek bűnmegelőzési akadályversenyt a héten. Rózsaszín szalagok. Október a merrák elleni kampány hónapja. A betegségben érintettek családtagjaik és segítőik gyalogoltak hétfőn délután Nagykanizsán. A számos felhívás, az ilyen és ehhez hasonló akciók, mint ez a mai is, programok, események évek óta hangsúlyozzák, hogy a szűrővizsgálatok, a megelőzést szolgáló életmód, az önmagunk és mások iránti figyelem, gondosság sokat tehet azért, hogy minél több, sőt minden szeretett hölgy velünk maradhasson. Dénes Sándor polgármester ezekkel a szavakkal adott nyomatékot az Erzsébet térről induló rendezvénynek. A nők körében leggyakoribb daganatos megbetegedés megelőzéssel elkerülhető, korai stádiumban történő felfedezése tartós gyógyulást eredményezhet. Erre kívánja felhívni a figyelmet az a kampány, amelyhez a Napfény rákbetegek és hozzátartozóik Nagykanizsai Egyesülete is csatlakozott. A szervezet alapítója és elnöke azt mondja, az elmúlt időszakban jelentősen növekedett az érintettek száma, ezért is szükséges a nagyobb nyilvánosság. 29 évvel ezelőtt az amerikai tudósok az október hónapot a merrák elleni küzdelem hónapjának nevezték el, és ezért a világszerte mindenhol vannak megmozdulások, felhívások a megelőzésre. Úgy gondoltuk, hogy mi Nagykanizsán is megrendezzük ezt a felvonulást. A rendezvény a Medgyeszei Ház dísztermében a témával kapcsolatos előadásokkal folytatódott. Érdeklődőből itt sem volt hiány. A hölgyek mellett számos férfi kísérő is volt, ezzel is megmutatva, hogy a nőket érintő egészségügyi probléma milyen súlyosan befolyásolja a család életét. A családtagok és hozzátartozóik mellett azok is részt vettek az eseményen, akik személyesen nem érintettek, mégis úgy gondolják, az Egyesület munkája kiemelkedő szerepet játszik a közéletben. Nagyon fontos dolognak tartom, hogy van ilyen egyesület, és személyesen ismerek belőle, aki részt vesz ebben az egyesületben, és az ő munkájuk szerintem nagyon eredményes, és mint a mai nap is bizonyítja, hogy nagyon sokan részt vettek ezen a gyalogláson. Az egyesület jövőre ünnepli megalakulásának 15. évfordulóját. Munkájuk sikerét és eredményességét a betegségből teljesen meggyógyultak és hozzátartozóik megjelenése igazolta. További híreink röviden. Apró mise. Vasárnap elkezdődött az Ovis Szentmiség sorozata. Az idei tanévben is minden hónap második és negyedik vasárnapján várják a gyermekeket és szüleiket közös ünneplésre a felsővárosi templomba. Az első ovis misét Nyeste Pál piarista atya celebrálta. Legközelebb október 25-én 16 órakor tartanak zenés gyermekmisét. Nekem az a tapasztalatom, hogy magot kapnak a gyerekek a szívükbe. Kapnak egy biztonságot, egy érzelmi kötődésük van a templomhoz, a hithez, Istenhez, és én azt gondolom, hogy akkor, amikor az életükben nehéz helyzetbe kerülnek, akkor van mit elővenni, van hova visszanyúlni. Fontos siker. A női NB1 nyugati csoportjának 5. fordulójában a Tolna együttesét fogadta a Geysir Kanizsa Kft. Kanizsa Sörgyárese. A női asztali tenisz mérkőzést a Bolyai iskolában játszották, ahol remek kanizsai szerepléssel 10-8-as győzelemmel ért véget a küzdelem. Madacki Mirella 4, Vég Zsuzsanna 3, Ladányi Dóra 2 győzelme mellett a Madacki végpáros is bezsebelte az egy pontot. Ővelük nem számoltunk előzetesen, de úgy néz ki, ők lesznek az egyik legnagyobb riválisunk. A bajnokság elején a Várpalota, a Szekszárd és a Komló csapata tűnt a legjobbnak, de a Tolna megverte a legnagyobb riválisunkat, úgyhogy nagyon fontos a meccs azért, mert ha nyerünk, akkor mi leszünk egyedül veretlenek, és a vezetést is átveszünk. 40-100.
Harmadszor is országos ultiversenyt rendezett a Voke Kodály Zoltán Művelődési Ház és a Nagykanizsai Vasutas Nyugdíjas Klub ulti klubja. A vasárnapi kártyapartira 33-an neveztek. Érkeztek Zalaegerszegről, Nagyatádról, valamint Nagykanizsáról és a környező településekről. A versenyt a pogány-szentpéteri Miszel József nyerte a nagykanizsai Zámbó Miklós és a bánokszentgyörgyi Nagy János előtt. A 10 éve működő Vasutas Ulti Klub egyébként várja a kártyajáték szerelmeseit keddenként 13 órától a Voke Művelődési Házba egy kis közös időtöltésre. Összegzés. Pincér, szakács és cukrász tanulók nyári szakmai gyakorlatáról tartottak sajtótájékoztatót a Túri György szakképzőiskolában. Jól telt a nyár. Legalábbis az a két hét szakmai gyakorlat, amin az iskola diákjai vettek részt a horvátországi Crikvenicában. A több éve tartó csereprogram minden résztvevője pozitív eredményekről számolt be. A tengerparti ötcsillagos szállodában sem vallottak szégyent a diákok, nem csak szakmai tapasztalattal, hanem rengeteg élménnyel gazdagabban tértek haza. Mindenki nagyon kedves volt velünk, egyből befogadtak, külön programokat szerveztek nekünk. Ment a hülyéskedés folyton. Igazából nagyon jól éreztük magunkat. A sok szabadidős program mellett természetesen kemény szakmai elvárásoknak is meg kellett felelniük a gyerekeknek. A kísérő tanárok szerint a tanulók ezen a téren sem vallottak kudarcot. Hasonló tapasztalatokról számoltak be a cserediákokat befogadó zalakarosi szállodák vezetői is. A horvát diákok is magas színvonalú teljesítményt nyújtottak. Rába Völgyi Attila igazgató azt mondta, a diákok mindenben a legjobbat nyújtották. A két hét összmegelégedéssel szolgált mindannyiuk részére. A partnerektől is ezt a visszajelzést kaptuk, illetve a diákok és a kísérő kollégák elmondásai alapján is nagyon komoly kihívásnak voltak kitéve, de megfeleltek az elvárásoknak. A horvátországi partneri viszony folytatódik. Emellett az iskola szeretne más szomszédos ország intézményeivel is csereprogramot kiépíteni. A nyári szakmai gyakorlat létrejöttét a Klebelsberg intézmény fenntartó központ támogatta. Útvesztők, útkeresők. Egy hét gyermekeink biztonságáért címmel bűnmegelőzési akadályversenyen vesznek részt középiskolások a héten. Felvilágosítás, információadás, megismerés. Ez a rendezvény fő célja. Ma jött nekem a legális drogokat. Kávé. Csoki. Alkohol. Cigaretta. Így van. Az öt nagykanizsai középiskola 9. és 10. évfolyamos tanulói vesznek részt a Hevesi Sándor Művelődési Központban megrendezett programon. A diákok 8 állomáson beszélgetnek egy adott témáról, illetve feladatokat oldanak meg. Egy ilyen szemüvegben, ami olyan, hogyha ilyen részegséget imitál, olyan végig kell menni a vonalon, megszlalomozni, és azt hinné így kívülről az ember, hogy nagyon könnyű, pedig nagyon nehéz. Drogok, a másság, közlekedés, éc, többek között ezekkel a témákkal találkoznak a fiatalok. Az ismeretterjesztés a prevenció mellett a program egyben közösségépítő verseny is. Én személy szerint nagyon élvezem ezt az osztály közötti versenyt, meg hát nyilván tanulási célja is van az egésznek, tehát így felkészítenem minket valamire, amire fel kell készülni, és ez szerintem tök jó ez az egész vetélkedő. A Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ a segítő szervezetekkel közösen több mint 10 éve szervezi meg az akadályversenyt. A lényeg az, hogy ők valóban játékos helyzetben találkozzanak olyan majdani, esetlegesen tehát veszélyhelyzettel, vagy az életnek olyan szituációjával, amiről ismereteket kell szerezni, és ha igazán, hát úgymond szerencséjük van, és jól megoldják az élet problémákat, akkor ezeket kiküszöbölni tudják, hogyha másképp adódik az életükben, akkor tudják azt, hogy hol vannak azok a fórumok, ahova fordulni lehet segítségért. A verseny ünnepélyes eredmény hirdetése pénteken délelőtt lesz, ahol évfolyamonként az első 3 helyezett osztály díjazásban részesül. Természetháza. A Genesdiási Intézmény a 3. lett az év ökoturisztikai létesítménye 2015 pályázaton. Itt előtted látható a mészkő. Tárlatvezetés zajlik Genesdiáson a Természetházában. A Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola 6. osztályából ismerkednek a gyerekek a természettel. A látogatóközpont munkatársa vezeti körbe az épületben a kiállítás iránt nagy érdeklődést mutató csoportot.
Láttunk ásványokat, madarokat, preparátumokat, és szerintem nagyon érdekes volt. Mindenhez volt valami érdekesség is, és szerintem mindenki meg tudja érteni, úgy magyarázták el, szóval még csak nem is unalmas. A Természetháza látogatóközpont pontosan egy évvel ezelőtt nyitotta meg kapuját a Bakonyerdő ZRT Keszthelyi hegységbeli ökoturisztikai fejlesztésének utolsó állomásaként. A létesítménynek annak ellenére sikerült elérni ezt a kiváló harmadik helyezést, hogy rövid múltra tekinthet vissza. A bírálóbizottság több szempontot is figyelembe vett a mérlegelésnél. Családbarát jelleget nézték, illetve a belső tartalmat, hogy milyen programokat is szervezünk, illetve milyen információkat adunk át a hozzánk látogatóknak, az infrastruktúrát, megközelíthetőséget, illetve különböző egyéb szempontoknak kellett megfelelni a díj elnyeréséhez. Nyugodtan be lehet kukucskálni az ajtók alá. A látogatóközpontban a Keszthelyi hegység élővilágát, természeti értékeit ismerhetik meg a látogatók. Interaktív látványelemek, fotóillusztrációk, akusztikus és vizuális effektek, élethű diorámák teszik izgalmassá a kiállítást. Ennek is köszönhető, hogy a központ vendégei eddig csak pozitív visszajelzéseket adtak. A gyerekek írásban is köszönetet mondanak az erre a célra kialakított véleményfán. Csoportok, családok egyaránt érkeznek, és a látogatószámmal is megvan elégedve a vezetőség. Ez a harmadik helyezés egy nagy lökést adott, illetve egy nagy feltöltődést a további munkához, mivel úgy gondolom, hogy egy elég jelentős szakmai elismerést kaptunk így ezzel, és jövőre szeretnénk még ennél is jobb eredményt elérni, akár második, akár első helyezést. A bemutatótéri installáció és az építészeti megoldások összehangoltak, az ismeretterjesztő anyagok a különböző korosztályok számára többféle formában vannak kialakítva. A multimédiás, interpretációs elemekkel ellátott kiállítás többfunkciós térként kezelhető. Végeredményben a gyerekek izgalmas természetismereti programokon vehetnek részt, ha ide ellátogatnak. Most nézzük főbb híreinket még egyszer, röviden. Kampány. Október a merrák elleni küzdelem hónapja. Nagykanizsán sétával emlékeztettek erre. Cseregyakorlat. Horvátországi szakmai gyakorlaton voltak nyáron a turistdiákok. Prevenció. Gyermekeink biztonságáért szerveztek bűnmegelőzési akadályversenyt a héten. Kedves nézőink, ennyi fért a mai híradóba. Híreinket, riportjainkat, valamint megújult műsorrendünkben készített valamennyi műsorunkat megtalálhatják a www.kanizsatv.hu internetes oldalon is. Most munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, nézzenek minket továbbra is. Viszontlátásra!